nekünk sok földünk volt. Mondták, hogy a büdös kulák elszabotálja az életet, az országot, az ország tönkretevői. Na most ennek az lett az eredménye, hogy a legjobb barátom, Kázoli, nem mondom meg, mert most is él, a társával együtt, amikor mentünk az iskolába, amikor jöttünk, mindig megvertek. Úgyhogy külön kellett elmenni. Aztán ilyen volt, hogy húsvét másnapján, húsvét hétfőn is kellett menni iskolába. Hát nekünk egyetlen kereseti lehetőség volt, hát mi biztos, hogy nem fogunk iskolába, én sem mentem, és hát kerestem 14 forint 20 fillért. De tekintettel arra, hogy tűnik akkor már mindent elvittek, tehát elkoboztak. A szobából az ágyakat, az asztalokat, a szekrényeket. Mi akkor már szénán, szalmán aludtunk, de hogy valami megmaradjon, ennivaló legyen, ezért gyakran elástunk mindent. Még évek múlva is, évtizedek múlva is találtunk különböző helyeken elásott szalonnát, lisztet, egyebeket. Hát mit lát egy kisgyerek? Én is elástam a 14 forintos, 20 fillért nagy keresetemet, de miután friss volt az ásás helye, jött a végrehajtó, megtalálta, elvitte. Hát életemben nagyon kevés dolog esett ennyire rosszul, de ez hallatlan rosszul, mert úgy éreztem, hogy most már nem csak a szüleimet teszik tönkre, hanem engem is tesznek tönkre, pedig én azért igazán megdolgoztam. Hát ez az gyermekkor most már ilyen volt, amilyen volt. Igazán 1954. december 9-én fordult igazán véresre, még annál is, mint korábban volt, hiszen ekkor édesapámat éjjel elvitték, feljött a fekete autó, elvitték. Én nem is búcsúzott el tőlem, nem is találkoztam vele. Fél év múlva tudtuk meg, hogy a szegedi csillagbörtönben van. Hát, hogy mi volt a bűne, azt tudtuk. De hogy aztán mivel ítélték el, azt majd csak most tudtam meg, amikor a történelmi hivatalból kikértem az ő adatait, az ő büntetési téziseit. Akkor azzal ítélték el, akkor tudtuk, hogy azért vitték el, mert ő nem lépett be a TSZ-be, és hát ugye, ha ő nem lép be, akkor többiek se lépnek be. Madari Gergő mégiscsak egy személyiség volt, meghatározó személyiség, és így tudták letörni az egész falunak, tanyavilágnak az életét.